lombokról álltad, háton át is áttad, menni, menne élni, este hazatérni. Különleges erdei túrára invitálta a Normafa óvoda egyik csoportja a szülőket a polgármesteri hivatalban. A kicsik kilesték az erdei titkokat és versekkel, tánccal idézték meg a varázslatos természetet. Az apropó egy nagymúltú kiállítás megnyitója volt. Körülbelül 25 éve még egy pedagógiai módszertani központ által szervezett feladatsornak indult a főleg kreatív elemeket tartalmazó sorozat, amelyet többek között a járvány miatt az elmúlt években szüneteltettek az óvodapedagógusok. Most viszont két olyan fontos területet vontak be az óvodások életébe, illetve az óvodai programokba, mint a sport és az újrahasznosítás. E két témakörben kellett a gyerekeknek alkotni. A mozgás, az egészséges életmód, a fenntarthatóság, a zöld, az újrahasznosítás, ezek mind-mind az életünk, a világunknak a nagyon fontos témái. Ugye mi se fontosabb, minek nincs nagyobb tétje, mint hogy milyen világot hagyunk a következő generációra, ezekre a gyerkőcökre, akik itt vannak. Fontos volt az, hogy a gyerekeknek megmutassuk azt, hogy a hulladékokból, tehát olyan dolgokból, amiket már egyébként akár ki is lehetne dobni, azokból milyen csodákat lehet csinálni. Ez egyrészt a fantáziájukat nagyon fejleszti, másrészt pedig egy környezettudatosságra nevel. A korábbi esztendőkben is az életnek olyan fontos elemei adták a témákat, mint a család, az állatok, a hagyományok vagy az ünnepek. Ám a mostani témaválasztást a hegyvidék sajátosságai is befolyásolták. Most kitaláltuk, hogy legyen a mozgás, hiszen olimpia éve van. A mi óvodánkban, a Városmajorban tulajdonképpen olimpiai heteket rendeztünk, és akkor beszélgettek arról, hogy milyen mozgásokban indulnak a versenyzők, hol fog most idén Párizsban megtörténni, milyenek lesznek az érmek, és hát az újrahasznosítás, mert ez mindig egyébként nekünk egy ilyen alap koncepció az óvodában, mindegyik óvodában hozzáteszem. A legtöbb óvoda zöld óvoda, és ez nekünk egy alaptevékenységünk, hogy a hulladékot nem dobjuk ki, hanem akár csörgőt készítünk belőle, vagy kolompot, vagy bármit. Azért erre most egy kicsit rá kellett készülni, azért ha fölmennek a vitrinhez, látszik, hogy milyen csodálatos alkotások születtek. A polgármesteri hivatal első és második emeleti folyosók galériáját megtöltő alkotásokhoz hangulatos programmal is készülő Normafa óvodások, illetve az óvoda vezetője elmondta, hogy a sport és a természet ugyan a pedagógiai program alapeleme, de itt új technikákat, új feldolgozási módszereket is alkalmaztak. Egy kicsit külön kellett készülni, hiszen azért egy külön koncepcióra készültünk ugye az szép pályázati munkákkal is, másrészt pedig olyan dalokat és verseket illesztettünk bele ebben a helyzetben, ami egy kicsikét tényleg a természet közeli, vagy kevésbé talán jut eszünkbe, hogy a 6-7 éves korosztályú gyermekeket ezekkel a versekkel megcélozzuk, megkínáljuk, de úgy gondolom, hogy ők vannak már olyan érettségi szinten, hogy ezeket a verseket, a maga a szöveget, a ritmust, rímeket be tudják fogadni. A mozgással és az újrahasznosítással kapcsolatos óvodás művészeti kiállítást március 29-éig nézhetik meg a polgármesteri hivatal folyosó galériáján.